Magyar tündérmesék. A Matsuyamai tükör. Réges-régen Japánban élt egy férfi, Akio, és gyönyörű felesége, Sakura. Nagyon szerették egymást, és boldogan éltek évekig, amikor óriási öröm érte őket. Lányuk született. A neve Junka. Jun japánul azt jelenti tiszta és egyszerű. A kis Junka gyorsan növekedett. A nemrég még kisbaba immár 7 éves, és beszélni tud. Egy nap Akiót Matsuyamába szólította a munkája. Izgatottan, ám szomorúan vette tudomásul, hogy magára kell hagyni a hitvesét és lányát. Ne búsulj, kedvesem! Hamar visszajövök. Addig vigyázz, kérlek, a kislányunkra. Ne aggódj értünk, és légy nagyon óvatos. Egyedül csak Junka mosolygott. Ő nem búcsúzott, mert nem is sejtette, milyen messzire indul a papája. Azt hitte, épp csak a szomszéd faluba készül. Papa, hozol nekem egy ajándékot? Ígérem, hogy jó leszek. Kérlek szépen! Hát persze, csillagom. És most szépen búcsúzz el a papától. Jól van. Most, hogy nincs itt a papa, mi vigyázunk mindenre. Sóhajtott, majd fohászkodott az ura szerencsés útjáért. Kinyitotta a szemét, és tekintete a lány arcán pihent meg. Szívét földön túli boldogság öntötte el. Ó, mama, ha a papa visszajön, olyan boldogok leszünk együtt. A következő hetek munkával teltek. Sakura téli ruhákat szőtt. Közben foglalkozott és játszott Junkával. Megtanította olvasni. Férje nélkül magányosnak érezte magát. Ezekben a házi munkákban talált némi vigaszt. Gyorsan elszaladt az idő. Egy nap Akio visszatért, és magával hozta a kislányának megígért ajándékot. Meglepetést hoztam neked. Mennyei ajándék, amitől könnyebb minden házi munka. Apa. Na hát, milyen gyönyörű szép baba! El vagyok ragadtatva! Elragadtatva? Kitől tanultad ezt a szót? Hogy vagy, kedvesem? Úgy hiányoztál. Akio egy másik dobozt is kivett a bambuszládikából, és oda nyújtott a hitvesének. Ezt neked hoztam. Sakura egy nyeles fémkorongot talált. Egyik oldala fényes és tiszta volt, akár a patak. Belenézett a csillogó labba. Ki ez a szépséges hölgy? Mit hoztál nekem, kedvesem? Az arcodat látod. Ezt úgy hívják tükör. Aki belenéz, a saját tükörképét látja benne. Egy ősi mondás szerint a szamuráj lelke a kardja, az asszony lelke pedig a tükör. Sakurát elbűvölte a tükör felfedezése. Azt mondják, hogy egy nő tükre megmutatja a szíve rejtett zugait is. Ha makulátlan és csillogó, akkor a szíve is tiszta és jó. Bánj vele óvatosan, kedvesem. Ha ez a tükör megmutatja a lelkem, akkor kincsként fogom őrizni. Sakura hálásan elfogadta az ajándékot, és óvatosan visszatette a fémkorongot a dobozba. Teltek múltak az évek. Junka betöltötte a 16. életévét. Édesanyjának sokat segített a takarításban, az otthoni munkákban. Ha csak ránézett a lányára, Akio mindig megdöbbent, mennyire hasonlít a sok évvel ezelőtti fiatal Sakurára. De jaj! A földön semmi sem tart örökké. Sakura egy nap nagyon beteg lett. Először azt hitték, hogy megfázott, de az állapota egyre rosszabb lett, és nem tudták megmenteni. Junka nem moccant az anyja mellől, egy pillanatra sem. Aztán egy napon... Jaj, lányom,
ha én már nem leszek, ígérd meg, hogy gondját viseled apádnak, és légy szófogadó és jó. Junke mosollyal igyekezett leplezni fájdalmát. Anyám, kérlek, ne mondj ilyeneket! Hamarosan jobban leszel, meglátod! Én már elfogadtam a sorsomat. Figyelj, akarok adni neked valamit. Sakura egy fadobozkát vett elő a párnája alól. Benne a tükörrel, amit még Akio ajándékozott neki sok évvel ezelőtt. Apától kaptam ezt a drága kincset. Úgy hívják tükör. Ha már nem leszek, és látni akarsz engem, csak nézz bele, és én eljövök. Beszélni nem fogunk tudni, de legalább látni foglak. Tudni fogom, mit érzel. Ezek voltak búcsú szavai. Ne! Anyám! Akio és Junka összeomlott a gyásztól. Képtelenek voltak megbirkózni a csapással. A fékezhetetlen bánat szorítása lassan enyhülni kezdett szívükben. Akio újra elindult dolgozni. Junka magányosan élte napjait. Egy nap egyedül volt otthon, amikor elkezdett esni az eső. Jaj, édesanyám! Látod, még az eső és a szélzúgása is rólad mesél. Mennyire szerettük egymást! Junka szeretete mit sem halványult az idővel. Szíve sajgott a fájdalomtól, hogy nem láthatja többé. Jaj, milyen ostoba vagyok! Majdnem elfelejtettem az ajándékot. Junka szíve hevesen vert, amikor hozzáért a tükörhöz. Amint beletekintett, rögtön érezte, hogy az anyja igazat mondott. Ó, egek! Ez biztosan anyám lelke. Ő tudja, mennyit szenvedek. És most meg akar vigasztalni. Junka tiszta szíve azt súgta, hogy ez az édesanyja lelkének tükörképe. És ettől kicsit enyhült is a bánat a szívében. Reggelente Junka felkészült az aznapi házi munkáira. Este pedig lefekvés előtt elővette a tükröt és nézegette a tükörképet. A gyászidő letelte után Akio a vének tanácsára újra megnősült. Junkának ezután egy mostoha anya, Hisa parancsolt. Eleinte nagyon simán és jól ment minden. Úgy nevelték Junkát, hogy türelmes és engedelmes legyen. Mindig az járt a fejében, hogy Sakura szeretetre tanította. Junka elfogadta apja és Hisa kapcsolatát. Hisa néha panaszkodott mostoha lányára, ilyenkor Akio türelmet kért tőle. A gonosz nő alig várta, hogy valami ürüggyel elűzhesse Junkát a háztól. Egy reggel követte Junkát a szobájáig, ahol rájött, mivel tudja megvádolni őt. Krokodilkönnyeket hullatva rohant az urához. Kérlek, engedj el a házadból még ma! Mi történt? Veszélyben az életem, nem maradhatok itt. De kedvesem, mi az a veszély, ami fenyeget? Biztosan tudom, hogy egy képet festett rólam, és átkokat szor rá, és ezt azért teszi, mert meg akar szabadulni tőlem. Na jó. Akio ismerte az ősi babonát. Amikor egy gyűlölt ember arcképét sértegetve rá tudják hozni a bajt. Ne sírj, kedvesem, beszélek Junkával. Akionak eszébe jutott, milyen boldogtalan is volt mostanában Junka. A lány kedvességéért rossz hiszemű gyanúsítgatás járt cserébe. Hisa egyáltalán nem fogadta el őt. Egyre emésztette a bánat, és emiatt az édesanyja elvesztése még jobban fájt neki. És egyre többször nézett a tükörbe, hogy láthassa édesanyja képét. Ez az egy vigasza volt nyomorult életében. Akio belépett, és látta, hogy a lánya mereven bámul valamit. A lány gyorsan a kimonójába rejtette a tükröt. Majd zavarodottan visszafordult, és szinte lebénult, amikor meglátta, hogy apja belopakodott hozzá. Mit rejtettél a ruhádba? Ó, apám!
Semmit. Szóval igaz. Szitkokat szórsz a mostohanyád képére, hogy elátkozd őt. Elfeledkeztél az értékeinkről? Ő a mostohád, de engedelmességgel tartozol neki. Mitől lettél ilyen gonosz? Így megváltoztál, Junka. Felej! Akio dühe lecsapott. Apa, nem! Én sohasem kívánnék ilyesmit. A lelkiismeretem tiszta. Hisz a terve bevált. Apa és lánya szembefordult egymással. Akkor mit rejtettél a ruhádba? Azonnal mutasd meg! Akio kiabálásától Junka megrémült. Ezt rejtettem el! Hisz ez édesanyád tükre. Végig nálad volt. De miért? Junka elismételte anyja búcsú szavait. Hogy gondolod? Hogy láthatnád anyukád lelkét, ha a tükörbe nézel? Mert így igaz. Ha nem hiszed el, nézd meg magad. És elszántan megmutatta a saját tükörképét. Még mindig kételkedsz? Ó, édes kislányom. Akio összecsapta két kezét. Egy pillanat alatt elérzékenyült, látva lánya tisztaságát. Milyen ostoba vagyok, hogy hibáztattalak. Édesanyád kiköpött mása vagy. Tudd meg, hogy végig a saját tükörképedet nézted. Szégyellem magam. Egyáltalán nem ismertelek téged. Annyira gyűlöltelek, hogy azt hittem te is, ugyanígy érzel irántam. Ezért, amikor láttam, hogy bámulod azt a valamit, azt hittem bosszúra készülsz, bocsáss meg. Mától úgy foglak szeretni, mint a saját gyermekemet, és mindent megteszek, hogy jóvá tegyem a bűnömet. Ó, kérlek, ne sírj! Ők hárman végre egy családot alkottak. Mert a lány ilyen jó szívű volt. Többé már nem haragudott mostohájára. Egyszerűen csak szerette őszintén, tiszta szívből.